Amikor egy követ a kezünkbe veszünk, azt elsőként tesszük, elsőként nézzük meg, mi van alatta, és sosem tudhatjuk, mit találunk. Öt teherszállító, két támogató, két élőegység és egy újabb támogató csapat. 2022-ben aztán a kiválasztottak elhagyják a Földet, 2023. áprilisában pedig megérkeznek a Marsra. Feleségem és három gyerekem van. Azt hiszem, ők is meg fogják érteni, hogy nekem is meg kell valósítanom az álmaimat, még ha önzőnek tűnök is. Amikor az első lépést megtesszük a Marson, az egy igazán különleges érzés lesz. Mindig is vágytam a világűrbe. Ha 1 milliárdot tudsz keresni csak azzal, hogy van egy hatalmas közönséged a világon, akkor a 6 milliárd már nem is hangzik annyira soknak. Semmi nem tud megállítani, hogy megragadjam ezt a lehetőséget. Több mint 10 000 mailt kaptunk a világ minden részéről. Tisztában vannak vele, hogy végleges letelepedésről van szó, nem lesz visszaút. Az első 4 ember egyike lehetek, aki a Marsra léphet. Történelmet írhatok. Ott majd olyan dolgokat is meg fogok érteni, amiket itt nem. A Mars lesz az új otthonom, és jól fogom érezni ott magam. Nem tagadhatjuk meg az emberiségtől ezt a lehetőséget. Az emberek szeretnék felfedezni a világűrt. Mi egyszerűen köztük akarunk lenni. Jegy a Marsra, csak oda! A 2023-ban 4 űrhajós landol a Marson, hogy ott kolóniát alapítson. 2 évvel később még 4-en követik majd őket, a rákövetkező években pedig legalább 40-re nőhet a Mars lakók száma. Egyikük sem térhet vissza a Földre. Ott fognak meghalni, mintegy 33 millió mérföldre az eredeti otthonuktól. A koncepció elég bizarrul hangzik. A tudósok megosztottak a megvalósíthatóságát illetően, de vannak, akik megértik a vágyat az utazásra. Teljes mértékben, igen. Ha lehetőségem lenne a Marsra menni, én is megtenném. Egy pillanatig sem hezitálnék. Az, hogy egy másik bolygót láthatok, fantasztikus lenne. A legcsodálatosabb, amit el tudok képzelni. Hihetetlen lenne. Milyen következményei lennének egy ilyen műveletnek, például jogilag?
Még nem dolgoztuk ki pontosan, milyen jogi státusz vonatkozhatna a Marsra. Ezzel még foglalkozni kell. Azzal is, hogy milyen jogok lennének érvényesek az ott lakókra. A technológia gyorsan fejlődik, a probléma az, hogy a jog nem tart lépést ezzel. Mindig le van maradva, így aztán az embernek időnként el kell gondolkodnia, milyen jogi kérdések merülhetnek fel. Ez egy érdekes kihívás, éppen ezért kifejezetten érdekel is. A Mars egy expedíciónak számos követője van, elhivatott űrhajósok, akik mindent feladnának a Földön a nagy kaland kedvéért. Az, hogy emberek mehetnek a Marsra, és nem csak látogatóba, hanem letelepedni. Hatalmas, elképesztően nagy dolog. A Mars küldetés egyik jellegzetessége az, hogy ott nincs gravitáció. Már alig várom. Mint egy gyermek, aki várja a karácsonyt. Brilliáns. Milyen színeket látunk majd ott? Hogy néz ki ott az ég? Hogy néz ki az ég éjjel? Milyen maradványokat találunk, amikor elkezdünk ott ásni? Talán olyan megkövesedett életformákat, amelyek bizonyítani fogják, hogy van élet más bolygókon is. Létfontosságú felfedezéseket tehetünk. Ez nagyon izgalmas. A holdra szállást is lehetetlennek tartották. A szkeptikusokat addig nem lehet meggyőzni, amíg az első űrhajó el nem indul a Marsra, vagy amíg műholdak segítségével nem létesítenek internetkapcsolatot a bolygóval. A Földet, a levegőt és a vizet már meghódítottuk. A világűrt is megfogjuk. Kisgyerekkorom óta érdekel a téma. Már az iskolában, a természettudomány órákon rájöttem erre, a világűrről készült fotókat nézegetve. Az érdeklődésem pedig azóta is csak nőtt. Most viszont már nem elégszem meg a képekkel. Többre vágyom. január 31-ét írunk. Buzz Lansdorp, a Mars 1 alapítója, e-mailt ír ezzel a szöveggel. A Mars 1 szeretne visszajelzést kapni azoktól, akik gondolkodnak a jelentkezésen. Leginkább az érdekelne minket, hogy miért mennének a Marsra. Lansdorp a Mars 1 weboldalának valamennyi látogatóját a címzettek közé teszi. A levél elmegy. Sorra jöttek a válaszok, eleinte percenként 5-6 is érkezett. Sokan állítják, hogy mélyen elkötelezettek egy Mars utazás iránt, és ezzel akarják segíteni az emberiséget. Az Egyesült Államokból, Oroszországból, Brazíliából, Iránból, Egyiptomból, Japánból, Kínából, gyakorlatilag az egész világból. Még Szíriából is jelentkeztek, ami azért az ország jelenlegi helyzetét tekintve elég bizarr, de még ott is hallottak a tervről. Annyira motiválónak tartják, hogy küldenek nekünk egy e-mailt, és azt írják, a Marsra akarnak menni. A számláló heteken belül átlépi a 10 000-et. 10 000 ember határozza el, hogy mindent feladva a Marsra utazna, és ott halna meg, 33 millió mérföldre az otthonától. Alapítótársaival együtt Lansdorp végigjárja Amerikát, hogy felszerelést szerezzen a küldetés számára. Az űripar vezető cégei Kaliforniában és Arizonában találhatók. A projekt költségvetése elérheti a 6 milliárd dollárt. Miután elkezdjük a kiválasztást,
A jelentkezők száma több televíziós társaságot is meg fog győzni arról, hogy közvetítsék ezt a küldetést. 10-20 társaság közreműködésében bízunk, ami komoly siker lenne. Ezt követően egyre gyakrabban fognak jelentkezni, ahogy a felszállás időpontja közeledik. Mivel a Marsról van szó, ez lesz minden idők legnagyobb média látványossága. Lansdorp az Egyesült Államokban tartózkodik, hogy beszéljen a beszállítóival. Melyik rakéta lenne a megfelelő? Milyen élőhelyről lenne szó és hasonlók? Egy olyan misszióért küzd, amely, ha megvalósul, feje tetejére állíthatja a világot. Az újságírók éjjel-nappal keresik. Igazából magam is menni szerettem volna, amikor jött ez az ötlet. Az egyetlen oka annak, hogy nem így lesz, hogy a személyiségem nem megfelelő hozzá. Nagyon nyugodt, türelmes emberekre van szükségünk, én viszont inkább egy lelkes vállalkozó vagyok, aki minden csak nem türelmes. Ezért én inkább intézem a dolgokat. A 35 éves Buzz Lansdorp a gépiparból érkezett. Erősen motivált és felkészült arra, hogy komoly áldozatokat hozzon. Mindent igyekszik hozzátenni a sikerhez. Az emberek évezredek óta vizslatják az eget, és látják a Marsot is. Istenként, a szerencse és a bal szerencse egyfajta úmenyeként tekintenek rá. Ma viszont már egy olyan korban élünk, amikor elmehetünk erre a helyre. Úgy értem, fizikailag is a felszínére léphet az ember, és felfedezheti azt a bolygót, amely több mint 1000 éve mozgatja a fantáziánkat. Ez azért elég inspiráló lehet. A NASA is vizsgálja egy Mars expedíció lehetőségét, de van egy fontos különbség. Az ő elképzeléseik szerint az űrhajósok biztonságban visszatérhetnének a Földre. Ennek biztosítására egy második űrhajót is építeni kell, melyet a Marsról bocsájtanak majd útjára. Ez technikailag szinte kivitelezhetetlen és extrém drága. Az, hogy eddig nem mehettünk a Marsra, az űrutazási ügynökségek miatt volt, melyek nem akarták, hogy egyirányú küldetések valósuljanak meg. A jelenlegi technológia viszont csak azt teszi lehetővé, hogy aki oda megy, annak ott is kell maradnia. Lansdorp tehát kizárta a tervéből a visszatérés lehetőségét. Koncepciója szerint az űrhajósok nem térnek vissza, hanem a Marson maradnak, hogy ott telepedjenek le. Ehhez viszont ma már minden adott. Lansdorp tervét tehát könnyebb megvalósítani, de az egyben ellentmondásos is. Stefan Günther 44 éves, Berlin mellett él. Stefan foglalkozása pilóta, és szoftvereket fejleszt az űripar számára. Berlinben, Benidormban és Floridában végzi a munkáját. Mindig is arról álmodott, hogy egyszer űrhajós lesz. Ez nagyon mélyen és régóta bennem van. Mióta az eszemet tudom, űrhajós akartam lenni, aki nagy utakra vállalkozik. Biztos vagyok magamban. A világűrbe fogok menni. Mindent ennek a célnak rendelek alá. Vágyom arra, hogy új dolgokat fedezzek fel. Mindannyian ezt akarjuk. Ez vezérel minket. Stefannak felesége és 3 gyermeke van. Nem lennék őszinte magamhoz, ha lemondanék erről a küldetésről. Látni kell az előnyeit. 10 évünk van arra, hogy felkészüljünk az elválásra. Van tehát még idő.
Hányszor fordul elő, hogy egy férj vagy egy feleség reggel elmegy otthonról, majd autóbalesetet szenved, és soha nem látják egymást? Elég rosszul hangzik, de mindig van idő a búcsúra. A Mars egy expedíciónak ez tehát a nagy előnye. 10 évig készülhetünk rá, és arra, hogy azt mondjuk, nem jövünk vissza. Ennek tényleg sok pozitív oldala van, különleges élményekkel. Szerintem meg fogják érteni. Úgy próbálom felnevelni a gyerekeimet, hogy képesek legyenek beteljesíteni az álmaikat, és azt csinálhassák, ami fontos nekik. Úgy érzem, megértik majd, hogy én is el akarom érni a céljaimat, az álmaimat. Még ha ez egy kicsit önzőnek is hangzik. Csak az álmaim beteljesítésével lehetek boldog. Csak akkor tudok őszinte és egyenes lenni másokhoz. Ez elengedhetetlen, mint ahogy a halál is. Számomra ez ugyanazt jelenti. Ez az álmom, ez a célom. Mindig csak magamról beszélek. Ezzel tényleg önzőnek tűnhetek, de mindenkinek rá kell találnia az álmaira. A családomnak együtt kell élnie ezzel. Lehetőségként tekintek erre. Tudjuk, mikor fog bekövetkezni. Ennek inkább haszna lesz. 10 évünk van arra, hogy elbúcsúzzunk egymástól. Beatrix Roriz 21 éves, Rio de Janeiro-ban él, és antropológiát tanul. Készen áll arra, hogy a jövőben a Marson éljen. Ha megkapom a lehetőséget arra, hogy a Marsra menjek, semmi sem fog itt tartani a Földön. Mentálisan is szeretnék felkészülni rá. Tényleg semmi nem tarthat itt. Nem hinném, hogy belebonyolódnék egy kapcsolatba. Azt nem hinném. A szülők támogatják a lányukat, édesanyját azonban már az ötlet is felzaklatta. Nem örülök neki. Ő az egyetlen gyermekem, és el fogom veszíteni. Még nem tudom, mit mondok majd nekik utoljára. Ehhez se tudom képzelni. Az utolsó üzenetem az lesz, hogy elmondom neki, mennyire szeretem. Azt, hogy ő lesz mindig is a legfontosabb az életemben. Ez annyira nehéz. Henri Jacquemin 32 éves, kongói származású, de Brüsszelben él. 2 gyermeke van, egy 2 és egy 5 éves. Annyira kicsik még, hogy egyelőre nem beszélt nekik a terveiről. Ha olyan célod van az életben, mellyel az emberiséget akarod segíteni, akkor az nem áldozat. Olyan kincset adok nekik, ami a lehetőség nélkül elképzelhetetlen lenne. Ez egy igazi ajándék. Történelmet írhatunk, ami mindenki hasznára válhat. Mégiscsak emberek mehetnek egy másik bolygóra. Sok űrhajós végez összehasonlításokat a régi felfedezőkkel. Vitatják, hogy a bizonytalanság kulcsszerepet játszik a küldetésükben. Henri a Dél-Belgiumban található Európai Űrkutatási Központba látogat.
Részese vagyok egy hihetetlen mértékű tudományos projektnek. Ehhez persze tudományos háttér is kell. Én számítógépes szakember vagyok, tudományos fokozattal. Ezt a tudást arra fogjuk felhasználni, hogy elhagyjuk a Földet és letelepedjünk a Marson. Ehhez a megfelelő technológiára és persze pénzre van szükségünk. Eltökéltek vagyunk. Sarah Director 24 éves, Philadelphiában él. Mindig is űrhajós akartam lenni. Már úgy 4 évesen is. De voltak olyan időszakok az életemben, amikor ez nem tűnt lehetségesnek. Úgy értem, nem könnyű űrhajóssá válni. Olyan távolinak tűnt néha. De mindig is ott motoszkált bennem, hogyha egyszer lehetőségem adódik, akkor mindent megteszek, hogy éljek vele. Ez a lehetőség pedig talán most jött el. Talán minden esetre meg kell próbálnom. Sarahnak két szenvedélye van, a művészetek és a tudomány. Biológusként diplomázott. A projektre édesapja hívta fel a figyelmét. Mindig arra biztattuk Sarahot, hogy bátran hozzon döntéseket. Hogy belegondoljon, mi miért van. Van még 10 évük. Minden csúszik. 10 év azért hosszú idő. Legyen belőle akár 15 vagy 20 év. A szememben ez akkor is egy remek ötlet marad, és így is kell hozzáállni. Ahelyett, hogy egy haszontalan, de nehéz munkát végezne az ember. Ebben az esetben a hagyományos megközelítés az, hogy kiküldünk valakit, aki aztán visszajön. Gondolkozzunk egy kicsit. Másképp. Lépjük át a megszokott korlátokat. Anyukámnak van egy kollégája. Anya mindenkinek elmondta, hogy mit remél a Mars expedíciótól. Így a munkatársának is, aki meteorit szilánkokat gyűjt. Az egyik ilyen darab vélhetően a Marsról származik. Azt hiszem, ezeknek a meteoritoknak a vegyi összetételét analizálják. Neki pedig volt egy Marsról származó szilánkja, és odaadta nekem. A vicc az, hogyha egyszer eljutok a Marsra, magammal fogom vinni, ha úgy tetszik, hazaviszem ezt az apró kis darabot. Ezt tehát vinni fogom. Ezen kívül egy fotóalbumot is azoknak a képeivel, akiktől búcsút veszek. Más nem nagyon jut eszembe. Talán gyerekkori emlékek, vagy ilyesmik. Úgy érzem azonban, hogy az itteni és a Mars élet között akkora a különbség, hogy azt emléktárgyakkal nem tudom eltüntetni. Szóval azt hiszem, bármi, amit a Földről magammal viszek, inkább a Marsot teszi majd otthonossá, mintha az lenne az igazi otthonom. A helyzet az, hogy tényleg azzá kell tennünk. Az új otthonunká. Úgyhogy nem hinném, hogy sok mindent vinnék. Ha ön most 18 éves lenne, és lehetőséget kapna, hogy... Ez nem is kérdés. Az elsők között jelentkeznék. A Mars és a Föld különböző sebességgel kering a nap körül, amit ez az illusztráció is szemléltet. A Mars expedíció 26 havonta csak egyszer valósítható meg, amikor a Föld és a Mars a lehető legközelebb van egymáshoz. Ez 56 millió kilométert jelent, másképp kifejezve valamivel több mint 33 millió mérföldet. Azt követően újabb 26 hónap telik el, amíg újra lehetőség lesz a Mars utazásra. Thank you.
Lansdorp és csapata a Paragon céghez látogat. A Paragon űrruhákat és életmentő rendszereket állít elő az űrhajók személyzeteinek. A Mars 1 megkeresése után vadonatúj űrruhát fognak gyártani a marsi környezethez. Annál is inkább, mert ez egy különleges küldetés, egyirányú utazás lesz. Le fognak telepedni ott, ott maradnak, és előkészülnek a következő misszióra. Ehhez olyan ruhákat kell tervezni, melyek erősek és megbízhatóak, melyeket nyugodtan használhatnak ott. Teljesen másfajta ruhákról beszélünk a ma viseltekhez képest. Amiket ma látunk a nemzeti űrállomáson, az űrhajósokon, javíthatók, igazíthatók, hiszen közel vannak a Földhöz. Ha szükség van rá, lejönnek és elvégzik a korrekciót. Szóval ezek igen különbözőek. Ezek sem térnek majd vissza az űrhajósokhoz hasonlóan. Úgy kell tehát kialakítani valamennyit, hogy passzoljanak a viselőjükhöz. Úgy kell megtervezni őket, hogy az asztronauták saját maguk is el tudják végezni a szükséges javításokat. A kihívások tehát a ruha, majd az ahhoz való összetevők megtervezésével kezdődnek. Ez egységesen történik, ami talán triviálisan hangzik, de amikor 10 különböző típusú kötőelemet használunk, az 10 különböző alkatrészt is jelent egyben, melyeknek javíthatóaknak kell lenniük. Ha pedig az egyiket mondjuk nem tudják beszerezni, az is nehézséget okoz, szóval mindenkinek látnia kell, hogy ez mekkora kihívást jelent. A koncepció arra épül, hogy az űrhajósok maguk termelik meg az élelmet, hogy önfenntartóak legyenek. Ez történt korábban itt az arizonai kettes bioszférában is. Ez a világ legnagyobb zárt ökoszisztémája, olyan, mint egy hatalmas üvegház. Non-profit jellegű, kutatási célokat szolgál. 13 négyzetkilométernyi sivatagról, óceánról, mangroveerdőről, szavannáról, sőt egy dzsungelről van szó. Tabor McCallum az alapítók egyike. 7 másik tudóssal együtt 2 évet töltött teljes elszigeteltségben, ebben a bioszférában. Az, hogy egy kis számú személyzettel elszigetelt környezetben élünk, nem valami olyasmi, amihez hozzá vagyunk szokva, legalábbis a nyugati kultúrákban. Egyes kelet-európai társadalmakban ez elterjedtebb. Valami ilyesmihez kell tehát alkalmazkodniuk a résztvevőknek. Ezt személyesen élik meg a saját lélektanukkal, melynek során saját démonaikkal kell megküzdeniük. A cél megbizonyosodni róla, hogy képes lehet-e az ember a túlélésre egy zárt ökoszisztémában egy másik bolygón. Bőséges, megbízható létfenntartó rendszerre van szükség, mert a Marsról nem lesz visszaút, szóval a megbízhatóság minden bizonnyal az egyik legfőbb tényező, amit egyelőre nem sikerült teljesíteni. Sok mindent viszont már igen az expedícióval kapcsolatban. Ilyen a navigáció és az űrhajó. A létfenntartó rendszeren azonban még dolgozni kell. Szóval ez egy alapvetően új technológia. A technológia nem új, csak még nem sikerült tartósan megbízhatóvá tenni. Valakit ilyen sokáig életben tartani azért komoly kihívás. A levegőt növények biztosítják majd, akár csak a Földön. Kezdetben fizikai, kémiai módszereket fogunk alkalmazni a levegő regenerálására. Olyanokat, amelyeket könnyedén adaptálhatnak a Marson, hiszen a kolóniát majd ott alapítják. Ahhoz, hogy a Marson élelmet termesszenek, energiára lesz szükség, és egyben túlnyomásos légkörre is. Olyan növények kellenek tehát, amelyek nagyon hatékonyak az energiafelhasználásban, de egyben sok élelmet is biztosítanak, mert a túlnyomásos környezetet megteremteni önmagában is nehéz. Egy pizza előállításához például 4 hónapra volt szükség. A bioszférában voltak kecskéink, tőlük származna a tej.
A fűmagot elvetnénk, gondoznánk, majd betakarítanánk a termést, ami a tészta alapja lenne. Erre kerül a sajt, de hosszú idő kell az elkészítéséhez. Talán egy pepperoni is lesz. Hát a disznóhúst beszerezni eltartana egy darabig, de mondjuk egy jó kis sajtos gombás pizza elmenne elsőnek. Legyen független, intelligens, igazi csapatjátékos, aki bárhol bevethető, mentálisan erős és elszigeteltségben is jól dolgozzon. Ezek alapján választják majd ki a megfelelő űrhajósokat. A Mars egy egészségügyi programjáért egy orvos, Norbert Kraft felel. Az előkészítő tréning 8 évet vesz majd igénybe. Ennek fő eleme a gyakorlati rész lesz, melynek során az űrhajósokat hónapokon keresztül zárt környezetben tartják majd. A kiválasztás után olyan élőhelyekre visszük őket, melyek a lehető legjobban hasonlítanak a Marséra. Így tapasztalatokat szerezhetnek és megtudhatják, bírni fogják-e. Mi más lenne hatásosabb, mint az, ha saját maguk tapasztalják meg a körülményeket. Vagy azt fogják mondani, hogy igen, képes vagyok rá, vagy pedig, hogy nem, ez nem fog menni. Az első Mars expedícióra 4 jelentkezőt választanak ki. A küldetés sikere N4 emberen fog múlni, ezért szeretne Kraft mindent tudni róluk. Legalább 5-10 évig kell kiképeznünk és megfigyelnünk őket, együtt kell dolgoznunk velük, hogy lássuk, kik a legjobbak. Hogy a túlélési technikák birtokába jussanak, az asztronautáknak jó pár a Mars egyre vonatkozó képességet el kell sajátítaniuk. Fizikai és elektromos javítások, növénygondozás zárt térben, rutin és komolyabb orvosi beavatkozások, például fogászati problémák vagy éppen törések kezelése. Az Afrika partjaitól nem messze található Lanzarote szigetén a talaj több szempontból is hasonló a Marséhoz. Két csillagász professzor, Ian Crawford és Hilary Downs terepgyakorlatra érkezett ide a diákjaikkal. A Mars expedíció számos veszélyt rejt magában. Ilyen a sugárzás, a súlytalanság, vagy éppen a mérgező sugárzás. A szakemberek szerint ezek leküzdhetők, de vajon vállalhatók ezek a kockázatok? Valóban van sugárzás, és mérgező gázokat is belélegezhetnek. Mérlegelni fogjuk ezeket a veszélyeket, és megoldást fogunk találni arra, hogy ezeket a lehető legkisebbre redukáljuk. Teljes mértékben persze nem zárhatjuk ki a kockázatokat. Az egyik legnagyobb veszélyt a Marson a napkitörések jelentik. A nap időről időre nagy mennyiségű sugárzást bocsájt ki. A Marsot körülvevő vékony légkör miatt az ember képtelen lenne túlélni ezt, ha csak nincs ellene hatékony védelem. Ian Crawford szerint a lávacsövek jelenthetik a megoldást. Márpedig a Marsról készült fotók bizonyítják, hogy azokból elég sok található ott. Lanzarote-n vagyunk, a Monte Corona lávacsőben, amely az egyik legjobban konzerválódott ilyen képződmény a világon. A lávacsövek a vulkánról leáramló lávából képződnek. Amikor ez utóbbi felszíne lehűl, egyfajta kérget hoz létre. A kéreg fokozatosan vastagodik azáltal, hogy a tetejére újabb láva érkezik. A forró láva pedig utat tör magának, és elhagyja ezt a hosszú csövet, amely lényegében egy föld alatti barlangjárat. A lávacsövek igen értékesek az űrhajósoknak, mert védelmet nyújtanak számukra a felszíni környezettel szemben. A kozmikus és a napból származó sugárzásoktól, a napkitörésektől is megóvják őket. Ezek a sugarak csak nagyjából 1 méterre tudnak behatolni a tömör sziklákba,
Szóval egy ilyen lávacsőben, ahol fölöttünk több méternyi kőzet található, védve lennénk a külső sugárzástól. A termikus környezet is stabilabb, vagyis nincsenek extrém hőmérséklet ingadozások. Odalent egy lávacsőben a hőmérséklet állandó, és ez mérnöki szempontból is könnyebbséget jelent, hiszen nem kell attól tartani, hogy a változások következtében az egyes anyagok tágulnak, vagy esetleg összezsugorodnak. Egy ilyen lávacső új élőhely kialakítására is alkalmas a külső veszélyek kivédésével. Azt viszont a marsi életjelek utáni kutatásokból is tudjuk, hogy a bolygó felszíne igen barátságtalan. Az is tény ugyanakkor, hogy ezek a lávacsövek léteznek, azok belsejében pedig a körülmények sokkal kevésbé extrémek. Pontosan azért, mert az ember is a lávacsövekben telepedhet le, bármilyen a Mars felszínéhez közeli élő szervezet is azokba vándorolhatott, hogy védelmet találjon. Éppen ezért ezek a képződmények nem csak a kolónia számára szolgálhatnak ideális bázisul, hanem fontos tudományos felfedezésekre is alkalmasak lehetnek. Ha valaki életjelek után kutat a Marson, a lávacsövekben inkább sikerrel járhat, mint a bolygó felszínén található vörös színű talajon. Tudják, ha valakit, engem aztán érdekel a tudomány, de az emberi oldalamat is szeretném megmutatni, hogy ne őrüljünk meg ott a Marson. Talán én leszek az első, aki barlangrajzokat készít az új élőhelyünkön. A fia 18 éves lesz, amikor elindulnak, igaz? Ha leülnek beszélgetni, mi lesz, ha azt kéri majd? Apa, kérlek, maradj! Mit tesz majd akkor? A helyes válasz természetesen az lenne, hogy persze, hagyom az egészet. Az őszinte válasz viszont az, hogy kitartok az álmaim mellett. De mi lesz, ha később, már a Marson megbánja a döntését? Azzal is együtt kell majd élnem. Azt hiszem, ez elkerülhetetlen. Az ember mindig megbán dolgokat. Előfordulhat, hogy azt mondja, bolond voltam, hogy így álltam hozzá. De hát ez sok mindenre vonatkozik az életben, nem csak a Mars egyre. Ezt is el kell fogadnom. Én így gondolkozom. Hisz Istenben, vagy bármilyen isteni erőben? Milyen szerepet játszik ez az életében? Hiszek abban, hogy van valamilyen erő, amely irányítja az univerzumot, és amely valamilyen céllal alkotott bizonyos dolgokat. Ha körülnézünk, láthatjuk, hogy minden tökéletesen összepasszol. Egészen az ember megjelenéséig. Vallási értelemben nem hiszek Istenben, de abban igen, hogy több van annál, mint amit látunk és felfogunk. Sokkal több. De erre nem a vallás ad választ. Ha megnézzük az Apollo programot, ott is sokszor tették fel ugyanezt a kérdést az űrhajósoknak, és mind azt válaszolták, hogy lelkileg sokat erősödtek, új távlatok nyíltak az életükben, és úgy általában az ember életében a mi kis bolygónkon. Minden annyira törékeny, értékelnünk és élveznünk kell, amink van. Értékelni, amivel itt a Földön rendelkezünk. Másképp kell kezelnünk ezt a bolygót. Ez egy komoly spirituális esély. Remélem, én is kapok egy ilyen lelki pluszt, ami megváltoztatja a hozzáállásomat.
Bár Crawford és Downs úgy gondolják, hogy a 10 éves időtávlat túl optimista, hisznek az olyan projektek megvalósíthatóságában, mint a Mars 1. A kormányok miatt ugyanakkor túl sok morális és politikai korlátba ütköznek. Amikor az amerikaiak a Holdra küldték az Apollo űrhajósait a 60-as évek végén, 70-es évek elején, és utána megvonták a támogatást a programtól, nem hiszem, hogy sokan gondolták volna, hogy a következő 40 évben senki nem követi majd őket. Márpedig azóta egy lélek sem járt a Holdon. Pontosan ez a lényeg. Mindig ott van a költségvetés lefaragásának veszélye. Az, hogy jön egy új kormány és azt mondja, sokkal fontosabb lenne valami más csinálni. Ez viszont egy magáncég néhány elkötelezett taggal. És így talán jobban fog működni, mint egy kormányok által támogatott ügynökség. Nem tudhatjuk. Csak hogy a következmények szinte kiszámíthatatlanok. A Mars egy technikai és pénzügyi okokból csak egy odaút lesz, visszatérés nélkül. Emiatt kell majd az űrhajósoknak a Marson élniük, de ettől teljesen más megvilágításba is kerül az egész. Képzeljük el, hogy a terv végül megvalósul, talán nem is 10, hanem 20 év múlva. Új közösség jön létre a Marson, de milyen etikai és jogi környezetet alakítanak ki? Milyen jog vonatkozzon a világűrre? Stephen Freeland, a Western Sydney Egyetem kutatója, az űrjog szakértője. Abból kell tehát kiindulnunk, hogy egy másik bolygón kezdődik egy kolonizáció. Mindegy, hogy közel vagy esetleg valahol nagyon messze, vannak alapvető szabályok az űrben. Ez nagyon fontos, mert még a hidegháború idején is, amikor az Egyesült Államok és a Szovjetunió egymással szemben állt, ellenségként tekintett a másikra, és a csillagháború kezdetét vette, mindketten szinte egyből felismerték, hogy egyikük sem birtokolhatja vagy népesítheti be a világűrt, a megkötött egyezmények ezt egyértelművé tették. Ennek hátterében pedig az áll, hogy megvédjük saját magunkat. Ez egyfajta biztonsági intézkedés, hogy ne kezdjünk háborúskodásba a világűrben található javak megszerzéséért. A lényeg tehát az, hogy a világűr bizonyos értelemben mindenkié. Egyetlen ország vagy személy sem sajátíthatja ki. Rendben, mi most az űrben való letelepedésről beszélünk. Arról, hogy néhány ember birtokba vesz egy területet egy másik bolygón. Ha ott vízre bukkan valamilyen formában, azt kiaknázza, szóval a vágy a kolonizációra létezik. Én legalábbis így értelmezem. Persze, az ilyen jellegű kísérletek egy sor más dolog előfutárának számítanak. Nem kétséges, hogyha ez működni fog, majd mások is szeretnének mondjuk a Holdon vagy bárhol máshol tevékenykedni, de ez a távoli jövő. Meg kell próbálnunk olyan törvényeket kidolgozni, melyek ezekre az emberekre vonatkoznak. Megállapítani, milyen jogi helyzetben lesznek. Meg kell azt is határozni, milyen jogi státusz érvényes az űrhajóra, ami attól függ majd, hogy melyik országban regisztrálták a járművet. Ha például az Egyesült Államokban, akkor egy ENSZ iránymutatás alapján nagyjából egészéből az amerikai jogot kell alkalmazni az utazás során. A nyilvántartási rendszer ugyanakkor még nem szabályozza, hogy milyen jogok lesznek érvényben, amikor odaérnek a Marsra. Szóval ezen még kell dolgoznunk.
Bizonyos pontokon fontos lehet, hogy teljesen új, speciális törvényeket alkossunk, mert a marsi körülmények ezt indokolják. Nagyon összetett, már-már filozófiai kérdésről van szó. Úgy értem, ha egy új környezetben hozhatunk létre egy komplett jogrendszert, az komoly lehetőség, de komoly felelősség is egyben. Hogyan csináljuk tehát? Most, hogy társadalomtudományokat tanulok, remélem többet tudhatok meg a közösségépítésről. Életem végéig fogok ezzel foglalkozni. És ez teszi ezt a küldetést ilyen érdekessé. Szinte mindennel foglalkoznunk kell majd. Még a kormányt is szidni fogjuk. Az elkerülhetetlen. Hiszen, ha kiválasztottak között leszek, akkor én is egy új kormány létrehozásának részese leszek. Ha jobban belegondolok, egy csomó minden lesz, ami már nem vonatkozik rám. Emiatt vegyes érzéseim lesznek, mert bizonyos dolgok hiányozni fognak, mások viszont egyáltalán nem. Mindenkinek el kell döntenie, milyen életet választ. De legalábbis jó lenne, ha olyan szerencsés lenne, hogy ezt maga dönthetné el. Sok ember igazából, a legtöbben így vagyunk vele, egyfajta B-tervet teljesít. Eleinte komoly terveink vannak, de az élet sokszor másképpen alakul, és nekünk ezzel is meg kell küzdenünk, bármilyen utat is kell bejárnunk. Ha tehát a saját utadat járhatod, az csodálatos dolog. Mindannyiunknak járna ez. Én tényleg bízom benne, hogy a lányomnak ez megadatik. Egyszer csak odajön hozzám, és azt mondja, megkapta a lehetőséget, kiválasztották. Menj csak, mondanám. Menj csak. Olyasmit érne el, amiről én legfeljebb csak álmodhattam. Bármit is gondoljanak a Mars 1-ről, tagadhatatlan, hogy a terv rengeteg ember érdeklődését felkeltette a világon. Hihetetlen, milyen sokan jelentkeztek. Több mint 78 ezer pályázat érkezett, ami fantasztikus. Most persze könnyű erről beszélni, de két órával a felszállás előtt teljesen más lesz. Amikor ott állsz majd az űrhajó előtt és búcsúzol, az bizony nagyon, de nagyon nehéz lesz. Kemény dolog ebbe belegondolni? Most még nem az. 10 éven van a felkészülésre, ami azért nem kevés. Amikor persze ez eltelik, már nehezebb lesz. Most viszont még az idő megvéd ezektől a gondolatoktól. Örömmel halnék meg a Marson, mert olyan élményekkel gazdagodnék, amilyenekkel csak nagyon kevés tudós. Hihetetlen belegondolni, hogy a Marsra mehetek és ott dolgozhatok. Ha pedig nem térhetek vissza, hát ez van, ilyen az élet. A legrosszabb szerintem az lesz, hogy nem élvezhetem úgy a természet csodáit, mint a Földön. Nem lesz friss levegő, hó, növények, illetve növényeink lesznek az üvegházban.
Nem érzem majd a megszokott illatokat. Ezek a dolgok örökre eltűnnek, de ehhez hozzá kell szoknom. Nem érheti közvetlenül napfény a bőrömet. Mindig lesz valami közöttünk, egy üveg, szigetelés, vagy egy űrruha. Nem hallhatom az óceán hangját, nem sétálhatok bele mezítláb. Szóval ezek fognak legjobban hiányozni. A természettel való kapcsolat. Oda át mesterséges környezetben élünk majd. Ez lesz a legnagyobb hátránya. Arra kell koncentrálnunk, hogy mit nyerhetünk ezzel a küldetéssel, nem arra, hogy mit veszíthetünk. Az új benyomásokra, élményekre, érzésekre, színekre. A tudomány számára elért eredményekre. A nyomokra, amelyeket magunk mögött hagyunk. Ez nagyon fontos. Erről még nem beszéltünk, de számomra nagyon fontos. Amikor elhagyom ezt a bolygót, valami mást akarok majd. Azt akarom, hogyha meghalok, maradjon utánam valami. Igen, ez fontos. És erről még tényleg nem esett szó. Ez vezérel engem. Ha egy ilyen misszióban részt veszek, akkor alkotok valamit. Így a gyerekeim és az unokáim is emlékezni fognak rám. Az emberek pedig a jövőben talán azt mondják majd, ő is egyike volt azoknak, akik a Marsra mentek. És ezzel bizony nyomot hagyok magam után. A magyar változatot a Digi Kft. Készítette 2015-ben.